Szervusztok, Grabowski vagyok. Elkészültem a ma esti, azaz a legfrissebb Márki Matchups SBC-s Challenge-el, és szeretném nektek megmutatni, hogy hogy sikerült ezt összerakni, illetve majd kibontjuk egymás után a csomagokat. Nézzük akkor, hogy milyen összecsapások várnak ránk a napokban. Hát egy nagyon komoly összecsapás a Borussia Dortmund és az AS Monaco összecsapását várhatjuk, amiből egy-egy játékost kért a fejlesztő cég, az EA. Bundesliga és francia elsőligás játékosból minimum 6-ot. Hát én most kitoltam velük, mert egyetlen egy német játékos nem raktam bele, az összes francia ligából oldottam meg, ugyanis a francia ligával, az SBC-vel már elkészültem, és azokat a játékosokat, akik most megvannak, ezeket már gyakorlatilag nem sajnáltam, mert ezek maradékok, illetve azóta kaptam őket, viszont a német ligát azt várjuk. Illetve nem is mondtam igazat, mert egyetlen egy Dortmund játékos betettem, méghozzá a kapust, de azért, mert abból kettő van, és a jobbik kapust megőriztem. 80-as rating kellett mellette, és 85-ös kémia. Végül is a kémia az simán sikerült, 88-as, a ratinggel egy kicsit játszogattam, de az is meglett, úgyhogy nem kellett egy játékos sem vegyek. Egy Gold Players pakkot kapunk ezért, váltsuk is be. Így van, a következő összecsapás, hát az egyik, vagy talán a legkeményebb lesz most, azt hiszem kedden vagy szerdán, a Bayern Real összecsapás, ahol viszont tényleg nem raktam már be egyetlen egy német játékos sem. Mindet megoldottam. Hát két Real Madrid játékos raktam, mert annyi volt a minimum. Német vagy spanyol játékos kellett 5 darab. Az 5 darab spanyolt azt láthatjátok, gyakorlatilag középen Asensio, aki Real Madrid játékosa, jobb oldalon gyakorlatilag Joaquin Sanchez Rodriguez, vagy egy másik Nacho Fernández, aki a Real Madridba játszik, és ő is spanyol. A belső védő gyakorlatilag, ő egy CDM, egy középhátvéd játékos. És hát a többit látjátok gyakorlatilag. Mangala, egy barszás játékosra is futotta, illetve kettőre, Rafinhára és Matthieu-re. Hát ennyi gyakorlatilag. Váltsuk ezt is be. Egy Jumbo Premium Goltek és 500 pont volt a jutalmunk. Nézzük a következő párharcot, ami már egy európai ligás. Európa ligás, Celta Vigo és egy Genk összecsapás. Celta Vigo aránylag jól muzsikál most a spanyol bajnokságba, meglátjuk, mit tud a Genkkel kezdeni. Lássuk akkor tehát a mit ad érte az ilyen, egy Electrum Players Packet kapunk ezért. Váltsuk is be. Nagyon jó. És a Lyon és a Besiktas párharc az utolsó, ami gyakorlatilag 500 pontért ment, és egy fejlesztés csomagért, ami egy különleges fejlesztés csomag. Hát ezeket török játékosokból oldottam meg az egészet szinte. Beleraktam egy kolumbiait is, meg más nem is. Gyakorlatilag az volt a lényeg, hogy legyen benne minimum 3 szuperligi játékos, francia és törökből is kellett 3, de én törököt raktam bele, Olympique Lyon vagy Besiktas, egy Besiktas játékos van itt gyakorlatilag köztük. Hát így oldottam meg. Minimum 3 aranyjátékos kellett, 90-es kémia, viszont a rating itt már nem volt fontos. Úgyhogy
hogy váltjuk is be, az egészért pedig kapunk egy 45 ezres Prime Gold Packet, és kész is vagyunk ezzel, és még 1000 coin. Nagyon jó, és még maradt 3 csomagom, hát sajnos csak egy food draftot sikerült megnyerni, úgyhogy 2 Gold Packet kaptam, és egy Jumbo Premium Gold Packet, illetve csináltam egy Tourer Gold Player Packet csomagot, úgyhogy ezeket most be fogjuk váltani. Nézzük, mit kapunk érte. Nézzük előbb a gold pakkokat, van abból 2. Hát, ha valami jó. Hát legalább egy Pine Level 20-as kapus, Özkan, akinek egyáltalán nincs osztrák létére németes neve. Ó, még egy hamburgi játékos. Most szükség van ő rájuk. Nagyon jó, rakjuk is el őket a klubba. Nézzük akkor a másik gold packet. Legalább egy rejet kapunk, úgy látom. És egy mexikói játék, a Aquino 92-es sebességű a játékos. Mi van még a csomagba? Nyílj ki. Nagyon jó, visszakaptuk Joaquint, akit beraktunk most az SPC-be. Jó, volt még egy orosz ligás játékos, de spanyol személy. Dupla labda, eladjuk. Nem kérünk belőle. Nagyon jó. Nézzük akkor ezt a Two Rare Gold Players Packet, hát ad valami nagyon jót. Hát, sajnos nem. Viszont szont megkaptuk, aki nekem már megvan különlegesbe, és még egy francia kapus. Jó, mehetnek ők is a klubba, és akkor nézzük most már a jobb csomagokat. Nézzük előbb ezt a Jumbo Gold Packet. Rare játékos elő, Wolfsburg. Entep. Jó lesz ő. Ha nincs meg, de ha megvan, akkor pedig eladjuk. Nincs még meg, van egy angol ligás, Bocani, Rukavina, spanyol ligából is kaptunk vissza. És egy esztési jó játékos. És van benne még egy Moses, akit gyorsan feldobunk eladásra. Jó, 950.000 szerintem elmegy gyorsan. Szuper. És még van egy Hertha játékos, akit nem pocsékulunk el. Hamarosan nekik nagy értékük lesz, de már úgy látom, hogy van. 1200-1400 szerintem simán el fog menni. Szuper. Ezt a Brighton címert eladjuk. És a többi mehet a klubba, ha az EA is úgy akarja, és a szerverek egy kicsit begyorsulnak. Gyorsan átveszem ezt a különleges fejlesztés csomagot is. Köszönjük szépen. Nagyon jó, elrakjuk a klubba. Nézzük ezt a, hát nézzük ezt a World Players Packet. Játékos van benne, aki arany. De Mayo, a Fiorentinát erősítve. Meg volt ő nekem, de gyakorlatilag már szerintem beraktam SBC-be. Úgyhogy most megint nincs meg. Ezeket gyorsan eladjuk. Amiből duplán van Schalke játékos. Hamarosan biztos neki is felmegy az értéke. Most még sajnos ennyit ér. D'Ambrosio. Hát sajnos neki sincs értéke, nem is értem, hogy miért. Hiszen interes játékosról beszélünk. Hát a többi úgy látom, megy a levesbe. Vagy majd jók lesznek SBC-be. Nincs benne semmi értékes.
Na hát, ha egy Electrum Player stack vár még ránk. Átrel játékos. És Sabitzer, aki szerintem már nekem megvan. Így is van. Áldobálgat azért, de gyengén német játékosokat. Hát ő még nem sokat él, de majd felmegy az ára, remélhetőleg. Fabian megvan nekem, ő is él, vagy 6-50-et. Nézzük ezt a norvég játékos. 4-50-nél fogják szeretni. 400 is elég érte. Jó, hát a többi megint csak nem értékes. De még most jönnek a jobb csomagok. Na nézzük elébb ezt a Jumbo Premium Gold Packet. 15 ezer ér. Walkout nem lesz, viszont nagy a flare. És egy Carrasco. Tűrhető. Hát ha van még valami jó a csomagba, lessük meg. Na, egy clean, az nagyon jó, és egy 83-as Bailey. Hát örülök neki tulajdonképpen. Szuper, meg voltak ők nekem, de most pillanatnyilag nincsenek meg. Nem fogtuk őben egy gyorsan, őket felteszem. Most nem szoktam elpocsékolni senkit. 700-500, jó, nem leszünk a legolcsóbbak. Megpróbáljuk az orosz játékos Krisztyukot, a kapust. 650-ére elpasszolni a Wolfsburg játékos kapusát. 550-ér is van, de számítva arra, hogy hamarosan egy legjobb értéke lesz, én nem a legolcsóbban adom. Hát neki valóban nem sok értéke van. Sok is van belőle. Hiába spanyol ligás. Konkónak szokott lenni értéke. Szeretik. Úgy látom most is van. Ezzel egy a legolcsóbb, de megpróbáljuk egy kicsit többért, hát ha nekünk szerencsénk lesz. Ennél kell mindig a legolcsóbbnak lenni, srácok. Norvég meszt. Hát szerintem adom. Úgy is van. Na és nézzük, amiért jöttünk. Prime World Player Spec. Sajnos kicsi a flare, a push és a Valdez, Viktor Valdez. Akinek egy picit már úgy érzem, hogy leáldozóban van, de azért még mindig jó a push. Hát a többi meg Szotyi. Tulajdonképpen nem túl nagy játékosok. Őt is felteszem. Ő is egy német ligás. Ez a Jairo. És egy orosz ligás, Luis. És hát közben köszönöm nektek a figyelmet. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Laboszki voltam. Legközelebb is jelentkezem hasonló videóval. Iratkozzatok fel. És nézzetek továbbra is. Hogyha tetszett, akkor pedig nyomjatok egy lájkot. Köszönöm szépen, szervusztok.